Még tanév elején készültek ezek a felvételek, ahol jól látható, hogy az egyik tanár többször is megüti a diákot, amiért nem lett kész időben a dolgozatával. A videó itt a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál építőipari és környezetvédelmi vízügyi szakgimnáziumban készült. A videót a bántalmazott diák egyik osztálytársa készítette, a pedagógus az Évízben tanított eddig, nemrégiben azonban felfüggesztették. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum megkeresésünkre írásban arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a tanár ellen belső vizsgálat indult és a rendőrség is nyomoz. Kiskorú veszélyeztetése büntet elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folytat nyomozást a rendőrség, ezt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság erősítette meg. A személyiség fejlődés szempontjából a serdülőkor az egyik legfontosabb szakasz, közölte Figula Erika pszichológus, ezért lehet még súlyosabb következménye az ilyen bántalmazásoknak. Az éviszes diák a többi gyerek szemében is áldozattá válhat, tette hozzá a szakember. Ha a gyerek olyan személyiségű, akkor ez azt a következtetést, vagy azt a következményét is vonhatja maga után, hogy például bűnbak képzés kialakul az osztályon belül, de én azért sokkal nagyobb problémának látom azt, hogy egy óriási szorongás társulhat hozzá, ami utána akár iskolafóbiában is megjelenik. Különböző fizikai tünetek is társulhatnak hozzá. A felvételeken egykori éviszes diákok is meglepődtek, volt, aki közösségi oldalon is megosztotta a videót. A bejegyzés alatti kommentek alapján a verekedő pedagógus már több iskolában is taníthatott. Nem hiába rúgják ki minden suliból, ezt egy jelenlegi diák írta. A lelki és fizikai bántalmazás egyformán megterheli a tanulókat. A tanár-diák kapcsolatban egyszerűen nem elfogadható ez, sem úgy, hogy a tanár veri a diákot, sem úgy, hogy a diák veri a tanárt, mert ugye erre is van precedens, tehát egyáltalán nem, de ugyanolyan megterhelő, amikor lelkileg bántalmazzák, akár olyan formában, hogy a tanár megszégyeníti a gyereket, humorizál a másiknak a kárára, akár levegőnek nézi, és ezzel elősegíti a kirekesztést, vagy akár a teljesítmény helyett a személyiséget értékeli, mondjuk nem csinálja meg jól a házi feladatot, akkor azt mondom, hogy buta vagy. A vizsgálat idejére felfüggesztették a pedagógust, hogy végül visszatérhet majd az iskolába vagy sem, azaz ellenőrzések és a rendőrségi nyomozás után derül ki.